Elképesztő teljesítményre készül néhány ultramaratonista. Végig akarják futni az 1300 kilométeres Mária utat, Ausztriából, Mária Celltől egészen Csíksomlyóig. Azt mondják, hogy ez most egy próba, egyfajta teszt, de a szervezők szerint idővel a világ egyik legnagyobb ultrafutó versenyévé nőheti ki magát az esemény. Nincs lehetetlen, amit az ember ne tudjon elérni. Frank Tibor ultramaratoni futó számára nincs teljesíthetetlen távolság. A 67. életévébe lépő sportoló már 10-szer teljesítette a Bécs-Budapest távot, de többször is futott már a Himalájában, vagy Atén és Spárta között is. Ha van célja az embernek, akkor menni kell érte, tenni kell érte. Új kihívásként pedig Közép-Európa zarándokútján a Mária úton készül futni. Tanítványaival együtt teljesíteni a mintegy 1300 kilométeres távot. A Mária út Egyesület idén indítja először a Mária Maratont. Június 18-án az ausztriai Mária Celből indul majd a futókból és kerékpárosokból álló mintegy 15 fős csoport. A célállomás pedig a romániai Csíksomlyó, útközben érintve a keresztény kultúra értékes zarándok helyeit. Engem mindig is tartott az ultrafutás mellett az zarándokút, és ez úgy gondolom, hogy annyira kézenfekvésen közel van hozzánk, hogy ez egy nagy kihívás nekünk is, mint ultramaratonistáknak, hogy végigmenjünk 23 nap alatt ezt az 1300 kilométert. A szervezők az első Mária Maratonnal a világ egyik legnagyobb maratoni versenyét kívánják előkészíteni. Ez egy próba az idei, hogy meg tudjuk-e csinálni. És amennyiben sikerül, és a tapasztalatok pozitívak, akkor 2017-től minden évben megrendezzük, és egyre nyitottabbá szervezve azt gondoljuk, hogy ez a világ egyik legnagyobb maraton eseménye lehet, ráadásul egy lelki tartalmú maraton eseménye. Az Idegenforgalmi Világszervezet adatai szerint éves szinten mintegy 330 millió ember kell útra valamilyen spirituális okból. Az egyházi vezetők, Fabin Tamás evangélikus püspök, Steinbach József református püspök, Székely János római katolikus püspök és Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita is többek között ezért vállalta a fővédnökséget ezen a rendezvényen. Ha már úton van az egész emberiség, és ha már milliók, milliárdok utaznak és úton vannak, akkor ezt viszont tereljük a lelki irányba. És adjunk olyan lehetőséget annak, hogy ez a nagy úton levés, ez a nagy mozgás, ez minél inkább lelki mozgás és valódi istenkeresés legyen. Ezért én magam is támogatom ezeket a rendezvényeket a Mária útnak a szervezésében is, paptestvéreimmel együtt én magam is kezdetől fogva támogató társ vagyok. A Mária zarándokutak népszerűsítését és a Mária Maraton elindítását a szervezők felkészülésnek szánják a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra, melynek Magyarország ad majd otthont.